Hit that jive jack. Put it in pocket, like it back. Going downtown, see a man that ain't got time. Shake your hand. Hit that jive jack. Put it in pocket, like it back. Time and time waits for an old man that ain't got time. Shake your hand. Hit that jive jack. Put it in pocket, like it back. Going downtown, see a man that ain't got time. Shake your hand. Hit that jive jack. Put it in pocket, like it back. Time and time waits for an old man that ain't got time. Shake your hand. Villányok Magyarország, ugye a legdélebbi borvidéken, és ebből kifolyólag itt van ugye a legmelegebb, tehát ezért is foglalkozunk inkább vörös fajtákkal. Jelen pillanatban olyan 15 hektáron gazdálkodunk, ugye ez eloszlik az egész borvidéken, tehát itt ugyanígy a villányi részen, a Jammertal, akkor a Fekete-hegy, akkor a Siprusi városi, egy akasztófadülő, tehát ez így eloszlik. Nagy része az kékszőlő, tehát vörösborral foglalkozunk inkább, az is olyan, hát olyan 90%-ban. Ugye Cabernet Franc, Sauvignon, Merlot, kékfrankos szirával fajta dolgozunk. Azért választottuk mondjuk ezeket a fajtákat, mivel testes, magas alkoholtartalmú vörösborok, ugye ez az a stílus, amit mi úgymond képviselünk és készítünk, viszont van egy nagyon kevés fehér, emellett Rajnai Riesling és Chardonnay, amivel még foglalkozunk. Kétféle technológiát különböztetünk meg a vörösbornál. Van egy úgymond ilyen újabb technológia, ami ugye tartályos, körfejtéses eljárással készül, viszont ugyanúgy készítünk a hagyományos eljárással, tehát ami kádban, kézi csömöszléssel, és ugye ennek a kettőnek végül is a kombinációja, ami megadja azt a minőséget, amit mi elvárunk, és utána minden vörösbor az nálunk ugye hordóba kerül, barik hordóba. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, ugye, hogy ki tudtuk válogatni magunknak azokat a területeket, amiket szeretnénk, és amik ugye még ilyen kedvezőtlenebb évjáratban is megmutatja, hogy jó fekvésűek, nagyon-nagyon jó dűlők. Ebből kifolyólag ugye könnyebben is tudunk velük dolgozni, mivel tehát a minőség az nálunk nagyon nagy és magas elvárás, tehát keveset szüretelünk egy tőkéről, már kint a szőlőben válogatjuk őket szüretkor, ugye bekerül a borászatba, akkor ott külön válogatóasztalon több ember végig válogatja, tehát csak az érett, egészséges szőlő kerülhet be a borászatban. If you come to Hungary to visit us here in Villány, it's a gorgeous place with gorgeous wines. Just come and try it. That's perfect. Mm-hmm.